Égtek a vonalak a mentőszolgálat nyíregyházi irányító központjában. Szinte minden második percben ki kellett küldeni egy-egy esett kocsit valamilyen helyszínre. A gyors beavatkozás sok esetben életmentő lehet, és ugyanez múlik a házi orvosi ügyeleti rendszeren is. Ennek megszervezése pedig egyre nagyobb nehézséget jelentett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is az utóbbi időben. Különösen a kis településeken akadtak gondok a házi orvos hiány miatt, a változtatás pedig nem várhatott tovább. Március 1-től a települések önkormányzatától az országos mentőszolgálat veszi át az ügyeleti ellátás működtetését, annak érdekében, hogy gyorsuljon és hatékonyabbá váljon a betegek ellátása. Nem alaptalanul döntött így az OMS, 2021 nyarától ugyanis már működött ennek a pilot programja Hajdú-Bihar vármegyében. A betegek és az ellátások adatai alapján így kiterjesztik az átalakítást. Ennek a 18 hónapnak a több mint 45 ezer ellátási eseményeiből eredő információk és adatok alapján döntöttünk úgy, hogy ezt a projektet folytatni kell, és egy olyan struktúrában működtessük tovább az ügyeleti rendszert, amely garantálja minden beteg számára a megfelelő időben az állapotához igazított esélyegyenlőséget biztosító egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Ennek kapcsán 2023. március 1-től Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egy olyan ügyeleti ellátási konstrukció lép életbe, amely kettő fő elemből áll. Az egyik eleme ennek az ügyeleti ellátásnak munkanapokon 16 órától 22 óráig, munkaszüneti napokon pedig 8 és 14 óráig megvalósuló orvosi ügyeleti ellátási rendszer, amelyben házi orvosok és házi gyermekorvosok vesznek részt, és ebben az ügyeleti ellátásban nagyon fontos, hogy olyan akut ügyeletben jelentkező problémák megoldására van lehetőség, amely nem várhat a következő házi orvosi rendelésig. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 13 járásközpontban alakítanak ki központi ügyeleti ellátási részleget, melyben házi orvosok és házi gyermekorvosok végzik a munkát. Este 10 óra után az ügyeleti feladatot a mentőszolgálat első kézből veszi át. Ezt az idősávot a sürgősségi mentési tevékenységgel és infrastruktúrával összhangban alakítják ki. Az ügyeleti központot a 1830-as egységes telefonszámon lehet elérni, ahol a hívások kezelése visszakövethető, a betegút meghatározása pedig az úgynevezett betegosztályozási irányelveket követi majd. A változtatásoktól nem csak azt remélik, hogy a beteg gyorsabban kap ellátást, hanem hogy a kórházak sürgősségi osztályainak terhe is csökken. Tekintettel arra, hogy a sürgősségi osztályok mellé integráltuk ezeket az akut alapellátó sürgősségi ügyeleti egységeket, ott ezek a betegek, akik beérkeznek ezen az egy kapun, a sürgősségi osztály egy kapuján, egy triázsonáson, egy betegosztályozási folyamaton esnek át. Azok a betegek, akik az úgynevezett T5-ös állapotsúlyossági kategóriába kerülnek, ez a klasszikus ügyeleti ellátást igénylő betegcsoport, azok ezentúl nem a sürgősségi osztályt fogják terhelni a további ellátást tekintetében, hanem ők a definitív ellátást, tehát a végleges ellátást ezekben az sürgősségi osztályok mellett integrált ügyeleti ellátó központokban kaphatják meg. Ezáltal csökken a teher, amely a sürgősségi osztályokra hárul, és ők így erőforrásaikat tudják a valódi sürgősségi esetek ellátására koncentrálni. A betegeknek pedig reményeink szerint csökken ezáltal a várakozási idejük, hiszen ők ezek mellett a sürgősségi osztályok mellett kialakított ügyeleti pontokon gyorsabban és meghatározott időn belül fogják megkapni az állapotukhoz igazított sürgősségi ellátást. Korcsmáros Ferenc hozzátette, a járásközpontokban kialakított ügyeleti részlegek nagy részénél felnőttek és gyermekek ellátása vegyesen történik majd március 1-től. Nyíregyházán, Kisvárdán, Mátészalkán és Fehérgyarmaton ugyanakkor a továbbiakban is lesz külön gyermekeket ellátó ügyeleti hely. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a második az országban, ahol megtörténik az átalakítás. 2023 év végéig azonban valamennyi vármegyében le kell zajlani a változtatásnak.